Megtartotta rendes ülését a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, azaz a TET Bátapátiban. A több napirendi pont között az idei év költségvetése kiemelt helyen szerepelt a délelőtti ülés alkalmával. 2023-as évi TET költségvetésének az elfogadása, és van egy ilyen kötelező feladat az önkormányzatoknak, hiszen a társulásra körülbelül ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az önkormányzatra. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség ilyen nincsen a társulásunknak, tehát de kötelező elemként szerepel. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás a társulási megállapodás módosításának megtárgyalása. Ezzel azért volt szükség, mert van személyi változás, és vannak, hát ugye, ha csak azt említem, hogy innentől kezdve nem eddig Tolna megyét írtunk a társulási megállapodásba, most pedig Tolna vármegye lesz. De mondom, hogy van személyi változás is történt, a pénzintézetnek a neve is változott, tehát ezeket a kötelező elemeket be kellett emelni, és erről dönteni kellett. Hát a költségvetés ez arról szól, hogy a támogatásra kapott összeget, azt a település egy bizonyos szisztéma szerint, vagyis a társulás egy bizonyos szisztéma szerint saját maga között fölosztja, de előtte az összköltségből kiveszük a működési költséget, ami a működési költség mindegy 30-35 millió forint körüli összeg. Van olyan, hogy honlapot vezetünk, amire fizetni kell, újságot jelentetni kell, vagy újságot jelentetünk meg, amire fizetni kell. Akkor van egy tagdíjunk, mert tagjai vagyunk a GMF-nek, ez a GMF egy angol rövidítés, ami azokat a társulásokat fogja össze, amik atomerőmű környékén vannak és a hulladékkal foglalkoznak. Oda is fizetünk egyéb ráfordítások, bérjellegű ráfordítások is vannak. Ahogy benne van a nevünkben is a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás, tehát tartjuk rendszeresen a kapcsolatot az RHK-val, most legközelebb 8-án fogunk egy tájékoztatót meghallgatni Bátapátiban az RHK vezetőjétől. Van egy nekünk egy olyan lakossági ellenőrző csoport, akik a hulladékbeszállításnál méréseket is végeznek, hogy az adott csomagok mit tartalmaznak és milyen dózissal rendelkeznek. Erről előzetesen egy jegyzőkönyvben minden hulladék csomagról egy jegyzőkönyv készül, és azt ellenőrzik. A TET az év folyamán több alkalommal is ülésezik. Mi azért két havonta egészen biztos, hogy ülésezünk, akkor van ennek a GMF-nek minden évben egy vagy két ülése, azon részt szokott venni a csoport, akivel találkozunk a más országok településeivel is, tehát csoportjaival, akik tartjuk a kapcsolatot. Négy csoport van Bátapáti vagy Magyarországon. Van fönn a mindjárt mondom, a Püspökszilágyi tároló környékén alakult társulás, van a Paks környékén alakult társulás, és van a TET, ami helybe a kis és közepes aktivitású hulladék, és van még a Boda környékén a Nyugat-Mecseki csoport, akik pedig a Bodán a nagy aktivitású kutatások köré szerveződtek. A társulás delegál hulladék ellenőrző csoport tagokat is, akikre fontos feladat hárul. Amikor a paksi atomerőműből beszállítás történik, akkor a csoport tagjai közül ketten-hárman ott megjelennek. Minden település egyébként két tagot delegál ebbe az ellenőrző csoportba, akkor ott megjelennek és ellenőrzést végeznek. Tudnélik, legjobb, hogyha a település tagjai benne vannak ebbe a munkába, nem a messziről jött nyakkendős idegen fogja majd tájékoztatni a szomszédot, hanem ő, aki kint járt ezen a telephelyen, ő fog beszámolni majd otthon a településén, hogy mit is látott, mit tapasztalt. Úgy gondoljuk, ennek tájékoztatás szempontjából is nagy jelentősége van, bizalmat is ad egy kicsit. Tudnék, ide csak kis közepes aktivitású szilárd hulladékokat lehet beszállítani. Ennek az ellenőrzését akár műszeres méréssel is, jegyzőkönyvek áttekintésével is végzi ez az ellenőrző csoport. Most azért lesz egy újabb összejövetel, mert megváltozik a csomagolás technológia, vagyis a paksi atomerőműből ott készítik már ezeket a hulladékos csomagokat, ezeket fogják kiszállítani, és erről természetesen úgy gondoljuk, hogy az ellenőrző csoport tagja is tudjanak, és be tudjanak számolni erről, és megismerjék, hogy mi ez az új technológia. Erről lenne majd egy tájékoztatás egyébként kint a telephelyen. Erre március hónapban kerül majd sor.